Szervusz, köszöntelek az Elemzés Központ portál előadásán. Ismét a bitcoin témakörével fogunk foglalkozni. Az előző előadásban szigorúan statisztikai alapon megnéztük azt, hogy mekkora valószínűsége annak, hogy egy kiválasztott kriptoeszközzel, vagy kriptopénzzel sikereket, vagy eredményeket érjünk el, vagy nagy hozamra tegyünk szert. Azt is megnéztük, hogy mekkora annak az esélye, vagy megpróbáltuk megbecsülni annak a valószínűségét, hogy hogy elveszítjük a tőkénket, erről is szó volt. Kiemeltem a, a kriptopénzeknek ezt az úgynevezett lottó effektus hatását, amelyre egyébként látunk a részvénypiacon is példát, ugye lottó részvények, azaz nagy lehetséges kifizetés, tehát nagy hozam áll az alacsony nyerési esélyek mögött, és erről, és ezzel kapcsolatban még ugye a hozam kockázat értékelést itt is megbeszéltük a, a bitcoinnak, és a folytatásban kifejezetten azzal a az összevetéssel vagy érvel foglalkozunk, hogy a bitcoin lesz vagy már annak tekinthető, de a bitcoin az, az új arany vagy a digitális arany. Ez lesz az előadásunk témája. A témával kapcsolatban egyébként híradások, elemzői vélemények látnak napvilágot. Egyébként nem csak most, a február-március hónapban olvashattál ezekről a, a hírekben. Hogy itt a jobb felső sarokban is láthatod, hanem egyéb, ez előkerült, ez a téma már néhány évvel korábban is. Mondanám azt, hogy ilyen rendszeresen előkerülő téma a hírekben, a gazdasági hírekben, hogy a bitcoin az új arany, az új digitális arany. Egyébként magyar vonalon is, most nem idéznék magyar híreket, de magyar vonalon is megtaláljuk ezeket a, a, a híreket. Amikor ezekkel a hírekkel találkozunk, akkor általában azzal érvelnek a, a, az újságírók vagy az elemzők, hogy erős divergencia figyelhető meg az arany és a bitcoin ára között. Tehát ez egyfajta jele annak, hogy a, a bitcoin kezdi átvenni az aranynak a szerepét. Erre ráerősít ez az úgynevezett relatív erő, amit meg fogunk mindjárt beszélni, hogy mit jelent, azaz a bitcoin az aranyhoz képest is drágul, illetve egyes híradásokban előkerül, hogy az aranypiacán megjelent a halálkereszt, aztán más elemzők azt is fejtegetik, hogy az utóbbi hónapokban pontosan ugyanakkor a összeg tűnt el, vagy áramlott ki az aranypiacáról, mint amennyi beáramlott a bitcoin piacára, ezzel azt sugalva, ha nem is mondják ezt ki így tényszerűen, de azt sugalva, hogy amit az aranyból kijött tőke, az, egy az egyben bement a, a bitcoinba, és ez is arra utal, hogy a, a bitcoin az átveszi az aranynak a szerepét, és egyfajta digitális arany, arany lesz. Nézzük meg ezeket az érveket, nagyon jó példái a, a befektetők által elkövethető logikai hibáknak ezek a, a, ezek az érvek, és majd nézzük meg azt, hogy átfogó vizsgálatok mit mutatnak, erről is szó lesz, hogy a, a Bitcoin ténylegesen betölti -e azt a szerepet, amit a, az arany betöltött korábban a, a befektetési portfóliókban. De maradjunk először ezeknél a, a hírekben felelhető érveknél. Az egyik ilyen az erős divergencia, én ezt szemléltettem is itt a grafikonon. Itt látjuk ezt a divergenciát. Az utóbbi hónapokban októbertől kezdődően azt láthatjuk, hogy az aranyára az csökken. A bitcoinára emelkedik. Nagyon erős divergencia figyelhető meg. A relatív erőt is láthatjuk. Ezt egyébként a stockcharts.com oldalról kimásolt grafikorról van szó, tehát bárki elővarázsolhatja. Egész egyszerűen ezt a tikert kell beütnünk, tehát a dollárjel BTC USD, kettős pont, azaz az osztásjel, dollárjel gold, kiadja a bitcoinnak és a goldnak a hányadosát, ez egyfajta relatív erő, azt mutatja meg nekünk, hogy ebben a pillanatban, itt a csúcson, egyetlen egy bitcoin, a 28 uncia aranya legyen értékű, ez októberben még csak 6 volt. Tehát ebből is látható, hogy a bitcoin az, az aranyhoz képest is erősödik. A tapasztaltabb befektetők azok valószínűleg már rögtön rápillantanak erre a grafikonra, és látják, hogy mi a probléma. Fél éves időszakról beszélünk, és fél éves időszak alapján próbálunk meg olyan jellegű általános következtetéseket levonni, hogy akkor a bitcoin az átvette az arany szerepét. Ugye az aranynak mondhatnánk azt, hogy ilyen befektetési portfólióban betöltött szerepe, az visszatesztelésekben ilyen több évtized, tehát akár 7-8 évtizedre visszamenőleg is visszatesztelhetjük, és kimutatható a kockázat csökkentő szerepe az aranynak. De egyébként, ha nagyon visszamennénk a múltba, akkor az aranynak itt az amerikai piacon egy 200 éves múltja van. Na most a bitcoinnak is van 10 éves múltja, és most ha ezekhez viszonyítjuk ezt a fél éves időszakot, akkor azért látható, hogy nagyon rövid időszakon próbálunk meg általános következtetéseket levonni. Ez egy tipikus példája a kis számok törvényének. Hajlamosak az emberek arra, hogy a rövid időszak néhány eset alapján általános következtetéseket vonjanak le. Viszont ez nem visz közelebb a megoldáshoz. Maximum csak magunkat csapjuk be. Példaképpen nézzük meg a, a Bitcoinnak a hosszabb múltját. Ez már 2014-től mutatja. Ezt a bizonyos relatív erőt. Látható, a múltban többször volt ilyen felfutási hullám, ahogy most is ilyet látunk. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a bitcoin egy rendkívül volatilis termék, ezért rendkívül nagy árfolyam mozgások következnek be, így ez teljesen természetes, hogy a többszörösét fogja érni egy darab bitcoin. A aranyban mérve, tehát unciában mérve. Egyébként, hogyha megnézzük a grafikont, akkor a múltbeli adatokon is látható, hogy vannak olyan időszakok, amikor, amikor divergencia van nem csak most a jelenben, hanem a múltban is vannak ilyen időszakok, divergencia mutatható ki az árfolyamban, csak mivel ezek lineáris grafikonok, ezért a, ha a jelenben nagy árfolyam mozgás, vagy a jelenhez közeli nagy árfolyam mozgás következik be, akkor a múltbeli árfolyam mozgások azok így eltörpülnek, de százalékosan ott is nagy kilengések voltak, tehát szerencsésebb lenne egyébként logaritmikusan nézni. Ez az egyik dolog, a korreláció, azonban azt is látni kell, hogy ezzel a szemre behúzunk vonalakat típusú divergencia megállapítások, ezek pontatlanok. És ha egész pontosak akarunk lenni, akkor léteznek különböző korrelációs számítások, többféle és típus is létezik. Én most itt grafikonon bemutatok egy, egy, egy módszert, két görbét látsz, a világos kék az az egyéves korrelációját mutatja az arany és a, a bitcoin árának. A sötétebb szint pedig az egyhavi árfolyam alapján történő korrelációs vizsgálatot jelenti. A korrelációs vizsgálatokról azt érdemes tudni, hogy egy leggyakrabban 0 és 1 közötti, vagy 0 és 100% közötti számról beszélünk, de vegyük bele a negatív tartományt, akkor mondhatjuk azt, hogy mínusz 1 és 1 közötti tartomány, vagy mínusz 100% és plusz 100% közötti tartomány, és Minél nagyobb a korrelációs együtthatónak az értéke, annál nagyobb a két terméknek az együttmozgása. Tehát, hogyha 100% vagy egy lesz az érték ennek a korrelációs együtthatónak, akkor a két termék ára az együttmozog. Például az arany ezüst korreláció az kb. 70%-os, de most ez egy ilyen hasonlítésszerű adat volt részemről, de nagyságrendileg ezt tapasztalhatjuk az arany ezüst korrelációban. Az arany részvénypiac között a korrelációs együttható az nulla környéki, és a nulla környéki szám az azt jelenti, hogy a két termék árfolyama között nincs összefüggés, tehát nem mozog együtt a két termék. Ha meg átkerülünk a negatív tartományba, akkor ellentétes mozgást látunk, tehát a mínusz Száz százalék az azt jelenteni, hogy a két termék teljesen ellentétesen, ugyanakkor a mértékben, de ellentétesen mozdul el. Na most, ha ezeknek az alapvető összefüggéseknek az ismeretében vizsgáljuk meg, akkor azért látható, hogy a bitcoin és az arany árfolyama között alig van korreláció. Itt látható. Nem jellemző az egyéves adatsoron, viszont rövidebb időszakokon, ha egyhavi árfolyamadatokat vizsgálunk, akkor voltak olyan időszakok, amikor ellentétesen mozogtak, divergencia volt, számos alkalommal volt egyébként ilyen divergencia, és voltak olyan időszakok, amikor a korrelációs együttható magasabb volt, tehát együtt mozgott a két termékára. Tehát az, hogy az elmúlt néhány hónapban azt tapasztaljuk, hogy divergencia van, arra nagyon egyszerű magyarázat van, egész egyszerűen a múltban számos alkalommal volt ilyen a példa, hogy a, a, két termék között rövidebb időtávon divergencia vagy épp együttmozgás volt megfigyelhető. Ki még a divergenciára, illetve a korrelációra részletesebben térni. De menjünk tovább a további érvekre. A, az arany piacán megjelent a halálkereszt jelzése. Erről is olvashattunk, ez is egy ilyen vészjósló jelnek tekinthető, bár magában nem sok köze van ahhoz, hogy a bitcoin lesz a, az új digitális arany, de utalhat ez arra, hogy hát nézzük meg az aranypiacán elindult egy csökkenő trend, ugye halálkereszt jelzésével, és ez is utal arra, hogy hogy tartósan arra számíthatunk, hogy a, az arany az, az gyengélkedni fog, a bitcoin árfolyamon pedig emelkedés tapasztalatot, tehát be fogja tölteni ezt a digitális arany szerepét. Na most a halálkeresztel jelzéséről annyit érdemes tudni, hogy ez az 50-es és a 200 napos mozgó átlagnak a, a keresztezési jelzése. És ahogy ez lenni szokott a, a keresztezési jelzéseknél, amelyre egyébként számos múltbeli kutatás a rendelkezésünkre áll, ezek úgynevezett trendkövető jelzések, tehát a trendet, a kialakult helyzetet mutatják számunkra, és a probléma az velük, hogy nagyon sokat téves jelzés. És ha megnézzük az adatsort, én kigyűjtöttem itt az utóbbi két évtizedre visszamenőleg, hogyha az úgynevezett halálkereszt jelzésre. Tehát amikor a 200 napos mozgó átlag alá esik az 50-es mozgó kék színnel jelöltem, ha erre a jelzésre, ami egyébként azt mutatja, hogy beköszönt a, a csökkenő trend a piacon, tehát ha erre a jelzésre mi vásároljuk az aranyat és egy évig tartjuk, akkor, akkor itt látható, hogy milyen esetekben volt annak pozitív eredménye, mikor lett annak negatív eredménye, de ha megnézzük ezeket az eseteket, akkor Hat alkalommal egyébként, ha egy évig tartottuk az aranyat, akkor nyereséggel szálltunk ki, és négy alkalommal veszteségbe szálltunk ki. Tehát még így is ebből a rövid vizsgálatból is látható az, hogy a önmagában a halálkereszt jelzésére nagyon nem érdemes alapozni, egész egyszerűen a mozgóátlagok tulajdonságaiból következik ez. Hogyha oldalazás alakul ki, akkor téves jeleket kapunk, ha esetleg a piac volatilisebb, akkor is előfordulhatnak ezek a, a téves jelek. Az aranykereszt, halálkereszt jelzések azok nagyrészt arra jók, hogy egy hangzatos hírt lehessen belőle írni, de, de önmagában a, a kereskedésben betöltött megbízhatóságuk az, az, korlátozott a jelzéseiknek a megbízhatósága. Egy másik érv az arany bitcoin témával kapcsolatban, hogy ha megnézzük az arany piacáról, most jelenleg ugyanakkor a tőke áramlott ki, mint amekkora a bitcoin piacára beáramlott. Na most erről azt kell tudni, hogy bár ez az összevetés azt sugalhatja, hogy hogy az aranypiacáról kiáramlott tőke az egy az egybe ment a bitcoin piacára, azonban ezt nem erősíti meg semmiféle kutatás vagy semmiféle vizsgálat, ezt nem erősíti meg. Nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy az aranypiacának 50%-át adja körülbelül a befektetési cél. 50%-on osztozik egyébként az ékszeripar és az ipari felhasználás. Tehát az aranyárát nem csak a befektetői kereslet határozza meg, ahogy például ezt láthattuk a 2020-as tavaszi lezárások időszakában, ugye az aranypiacának egy nagy felvevő piaca Kína, ékszer aranyra gondolok, az ékszer aranynak az értékesítése, vagy az ékszer arany iránti kereslet visszaesett a lezárások miatt, viszont a, a befektetési célú arany vásárlás pedig előre tört, ez kompenzálta az ékszer aranyból a kereslet visszaesést, és az eltér falapok által megvásárolt arany miatt mégis tudott emelkedni az aranyára. Ha nem esik vissza az par, akkor még nagyobb keresletet tapasztalhatunk volna egyébként az aranypiacán. Arra szeretnék csak rávilágítani, hogy pontosan akkor tudjuk majd megmondani, hogy mi történt az aranypiacán, és tényleg egyébként a befektetési célú arany tűnt el egyáltalán, hogyha megkapjuk a World Gold Council-nek a jelentését, amelyik egyébként időszakonként közzéteszi azt, hogy hogyan alakult az arany kereslete, kínálata. Ha ez a kezünkben van, és ezt tanulmányozzuk, akkor azért látni fogjuk azt, hogy most mi történik az aranypiacán. Gondolok itt arra, hogy lehetséges, hogy a lezárások miatt visszaesett az arany ékszer, ipar vonalon a kereslet, és például ez okozza az arany árfolyamának a visszaesését, ez majd akkor fog kiderülni, addig ez mindössze feltételezés, hogy esetlegesen a bitcoinba áramlott, de sokkal valószínűbb az, hogy a kettő mennyiségben az összefüggés az semmi több, mint csak a, a véletlennek a műve. A rövid időszakon, vagy alacsony esetszámon, levont következtetések után, nézzük meg ténylegesen átfogóban azt, hogy mi kell ahhoz, hogy a bitcoin betöltse az arany funkcióit. Mondhatnánk azt, hogy a bitcoin biztonsági menedék legyen, angol ez a safe haven tulajdonságokkal rendelkezzen a bitcoin. Ehhez alapvetően két fontos dolog szükséges. Az egyik, hogy ne korreláljon a bitcoin ára a részvénypiacsal. A másik pedig, hogy amikor félelem van a piacon, tehát piaci turbulencia idején, növekedjen meg a kereslet iránta. Ez az aranyra igaz tehát az arany ára az nem korrelál a részvényekkel, és megfigyelhető az, hogy piaci turbulenciák irán megnövekszik az arany iránt a kereslet. Hangsúlyozom, ez nem jelenti azt, hogy minden egyes válság időszakában emelkedik az aranynak az ára. Láthattunk példákat erre a múltban, amikor ez nem érvényesült, egész egyszerűen azért, mert az aranynak ugyanúgy van egy keresleti kínálati oldala, ez, ahogy az égszeripari példát is itt felhoztam, számos tényező hat az aranykeresletére, és nem csak a befektetési szempontok. Nagyon jó példa erre egyébként a 2020 márciusi tőzsdei összeomlás, nevezhetjük így, amikor az S&P 500 indexben egy nagyobb visszaesést figyelhettünk meg, ez kék színnel látható itt a, a grafikonunkon, ez a március elei egy évvel ezelőtti visszaesésről van szó. Ha megnézzük ezt az időszakot, akkor ebben az időszakban egyébként a bitcoinnak az ára szürke színnel, az amerikai kötvények 20 éves lejáratú narancsárga színnel, és az aranyára ára piros színnel is esett. Tehát minden esett a piacon ebben az időszakban. Nagyon nagy pánik volt, és minden esett. És hasonló eredményeket, vagy hasonló lefutást láthattunk egyébként a 2008-as gazdasági válság idején. Akkor ugye még a bitcoin nem létezett, viszont amikor a, a Lehman csőd bekövetkezett, akkor a, az S&P 500 indexen egy jelentős visszaesés következett be, Ez szürke színnel látod egyébként a grafikonon, és ezzel együtt járt az, hogy egyébként az aranyára is esett, ha nem is olyan meredeken, mint amit most tapasztaltunk 2020-ban, és ahogy ez egyébként látható volt, igazából a kötvények árába is megfigyelhető volt az, hogy estek legalábbis emelkedés, az nem nagyon következett be. Tehát vannak olyan helyzetek a piacon, amikor amikor minden esik a safe haven tulajdonságokkal rendelkező arany is esett, a kötvények is estek, és ahogy láttuk itt 2020-ban a bitcoin árfolyama is esett. Ez magyarázható azzal véleményem szerint, hogy a részvénypiacon a befektetők ugye pozícionálják magukat, és amikor közeledik a margin call, tőkeáttételes ügyletekről beszélünk, a margin számlákon, akkor, akkor ezeket a Pozíciókat fent kell tartani, és ahhoz, hogy fent tudjuk tartani, ahhoz zárni kell, és valamit zárni. És ezeknek a zárásoknak áldozatául esnek a, a széfeven eszközök is, tehát azért adják ezeket a befektetők, hogy meg tudják menteni a, a margin call-elől, el tudjanak menekülni. Egyébként, ha megnéztük a, ezeket az időszakokat, amikor ez a pánik levonult, akkor utána helyreállt a rend, és az arany, a kötvények betöltötték a, a Safe Haven funkciójukat. Visszatérve tehát a, a, két pro, a, két feltételünkre, ha alaposabban megvizsgáljuk a, a, bitcoinnak, az aranynak és a tőzsdéknek a korrelációs együtthatóit, három különböző módszerrel vizsgáljuk ezt a korrelációs együtthatót, mindegyikkel az lesz az eredmény, hogy a, a bitcoin, ez a BTC jellel, az aranyjal alacsony korrelációt mutat, ugye 0,2, az S&P 500 indexsel alacsony korrelációt mutat. Bármelyik módszerrel vizsgálódunk, mindegyiknek az lesz az eredménye, hogy a bitcoin nem mutat korrelációt sem az aranyal, sem a tőzsdével. Tehát alapesetben ennek a feltételnek egyébként megfelelne a bitcoin, tehát a, a safe haven vagy biztonsági menedék funkciónak az egyik feltételét ezt kipipálhatjuk. A problémát a piaci turbulenciák jelentik, ez sokkal nehezebb megvizsgálni, ezeket a volatilis időszakokat nehezebb kimutatni. Az egyik vizsgálatban abból a megközelítésből indultak, hogy próbáljuk ki azt, mi történik a részvénypiaci portfóliókkal, hogyha bitcoint adunk hozzájuk, meg ha aranyat adunk hozzájuk. És egy 2013 és 2018 közötti időszakon az S&P 500 index és az európai részvénypiacon azt vizsgálták meg, hogy különböző portfólióknak csökkenti-e a kockázatát, ha bitcoint adunk ezekhez a portfóliókhoz. És az lett ezeknek a a vizsgálatoknak a végkövetkeztetése, hogyha bitcoint adunk ezekhez a portfóliókhoz, akkor csökkennek ezek a kilengések a piaci turbulenciák idején és a nyugodt időszakokban is tehát csökkenti a, a kockázatát a részvénypiaci portfólióknak. Hasonló eredményt lehet elérni akkor, hogyha aranyat teszünk a portfólióhoz. Egyébként az optimális mennyiség az, az európai tőzsdéken a portfóliók 8%-át tette ki a bitcoin, az európai részvények esetében pedig 7%-át tette ki. Tehát azzal összegzik a, a kutatók a megállapításaikat, hogy mind a bitcoin, mind az arany képes arra, hogy csökkentse egy részvénypiaci portfólió kockázatát, különösen a piaci turbulenciák idején. A két eszköz együttesen is használható, még jobban csökkent ebben az esetben a kockázat. Ez inkább azt arra utal, hogy nem váltja fel a bitcoin az aranyat, hanem a kettő együttesen még jobban diversifikált portfóliót eredményez, és ezért segítségére lehet a befektetőknek a kockázatkezelésben. Tehát ez alapján azt lehetne mondani, hogy van értelme annak, hogy a bitcoint, mint kockázat csökkentő eszközt a portfólióba betegyük, azonban egy másik vizsgálat, ez szintén ugyanezen időszakon vizsgálta a bitcoint, és kifejezetten arra a kérdésre keresték a választ, hogy azokban az időszakokban, amikor megnövekszik a volatilitás, akkor a bitcoin az rendelkezik-e azokkal a, a, funkciókkal, vagy azokkal a sajátosságokkal, amelyekkel az arany is rendelkezik. Az arany esetében egyértelműen kimutatható ez a bizonyos fly-to-quality tulajdonság, azaz csökkenti a kockázatot a piaci turbulenciák idején, nem mindig, csak nagy statisztikai átlagon mérve az esetek többségében. Viszont ebben a vizsgálatban arra jutottak, hogy a a bitcoin az pozitív korrelációt mutat ezekben a turbulenciával jellemző időszakokban, tehát amikor a részvénypiacon megnövekszik a volatilitás, akkor inkább pozitív a korreláció, tehát nem tölti be azt a funkcióját a bitcoin, mint amit, amit, amire számítunk, tehát nem tekinthető ezek alapján a bitcoin az új aranynak. Látható tehát, hogy bár két különböző megközelítést alkalmaztak, mert az egyik esetben portfóliókat vizsgáltak és teszteltek vissza, ebben a másik vizsgálatban pedig a volatilis időszakokat vetették össze, és azokban az időszakban figyelték meg azt, hogy az arany, illetve a bitcoin hogy milyen korrelációt mutat a részvénypiaccal. Most azt is látni kell, hogy tulajdonképpen egymásnak ellentmondó eredményeket fedezhetünk itt fel. Tehát az egyik kutatás azt erősíteni meg, hogy, hogy a bitcoin az tényleg rendelkezik azokkal a funkciókkal, amelyek az aranyra jellemzők, a másik ezt, ezt nem tudta megerősíteni. A teljes képhez azért azt, azt tegyük hozzá, hogy, a bitcoinnak nagyon rövid a, a, a vizsgálati időszaka, hiszen rendben van, hogy 2013-tól egészen 2018-ig vizsgáljuk a, az adatokat, de lényegesen nagy forgalom a bitcoinban 2016 óta jelent meg, tehát a 2016 előtti időszaknak a árfolyam mozgását teljesen más tényezők határozták meg, mint mondjuk a 2016 utáni, és még ez a, ez a néhány éves időtáv is rövidnek tekinthető, hogy itt statisztikai módszerekkel egyértelműen kimutatható legyen az, hogy a, a bitcoin lesz-e az új arany, mondhatnánk azt tehát, hogy nem lehet ezt egyértelműen eldönteni a, a jelenlegi vizsgálatok alapján. Hozzátenném azonban azt, hogy nagyon sokan összekapcsolják azt, hogy a, a bitcoin lesz az új arany, vagy a digitális arany, az egyenlő azzal, hogy a bitcoin az egy jó befektetés. Ez a kettő egyáltalán nem biztos, hogy hogy követi egymást. Tehát elképzelhető, hogy a bitcoinnak lesznek safe biztonsági menedék funkciói, de egyáltalán nem biztos az, hogy jó befektetés is lesz a jövőre nézve, és itt most visszautalnék erre a bizonyos kockázathozam összevetésre, amit az előző előadáson megbeszéltünk, hogy a bitcoin esetében 50 ezer dolláros árfolyamnál ez a hozam kockázat arány nem tekinthető rendkívülinek, vagy nem tekinthető jó lehetőségnek. Ezekkel a gondolatokkal zárnám a, a, az előadásunkat. Hangsúlyoznám, hogy nem volt célja, és nem célja az ennek az előadásnak, hogy cáfoljam vagy megerősítsem azt, hogy a, a bitcoin lesz az új arany. Csak arra szerettem volna itt rávilágítani, hogy a médiában, hírekben megjelenő néhány hónapos, Megfigyelésekből nem feltétlenül célszerű általános következtetéseket levonni, főleg úgy, hogy egyébként hosszabb időtávú statisztikai módszerekkel történő vizsgálatok is egymással ellentmondásban állnak. Tehát a legjobb tudásunk szerint most azt lehetne mondani, hogy, hogy nem lehet ezt pontosan megmondani. Nem tudjuk, hogy a bitcoin az a, a jövőben az aranyhoz hasonló biztonsági menedék lesz. Köszönöm a figyelmedet, ha tetszett ez az előadás, iratkozz fel YouTube értesítőnkre.